Ma már teljesen másképp kell órákat tartani, hiszen a fiatalok változtak. Mindig mondják, hogy hát ez a fiatal generáció már nem olyan, én mindig azt mondom, hogy minden generáció más, és meg kell találnunk azt az utat, ahol elérünk hozzájuk más módszerrel. Tehát azt nem vehetjük át, amit mondjuk mi a 80-as években láttunk az egyetemen, mert az az, hogy nem tudnánk felkelteni az érdeklődéseket már. Ugye Covid miatt távoktatásra kellett minden előadásunkat megoldani, és hát próbál az ember kreatív lenni. Szerencsére nagyon sok olyan kurzus van, ahol regionális földrajzot, természetföldrajzot tanítunk, ahol a világ érdekes helyre tudjuk őket elkalauzolni. És ezt online környezetben is érdekessé tudjuk azzal tenni, hogy ugye sztorikat mesélünk, videókat mutatunk azokról a területekről, ahol jártunk, és ez talán megragadja jobban őket, mint hogyha csak a száraz tényanyagot mondanánk el. Egyébként, hogyha nem online környezet van, akkor is nagyon odafigyelek arra, hogy ne egy száraz előadás legyen, hanem úgy próbálom őket a természetföldrajz felé terelni, hogy nem csak a természetföldrajzzal foglalkozunk, hiszen a földrajznak az a fő érdekessége, hogy egyben természet és társadalomtudomány is, és én azt mondom, hogy a világot ismerjük meg, és egy tájat úgy tudunk bemutatni, hogy az ott él emberek szemén keresztül mutatjuk be. Ezt meg úgy tudjuk megtenni, hogyha mi is elutazunk ezekre a helyekre, és ezt adjuk át a hallgatóknak. Az a baj, az online környezetben nem érzékelik, hogy mikor lankad a hallgatók figyelme. Hát maximum a hallgatók helyén monogramokat látunk a Teams-en belül. Egy előadóteremben egyből van egy visszajelzés, látjuk a hallgatók reakcióit. Látom, hogy már a második sorba kezdenek elaludni, akkor persze, hogy váltani kell. Ezt online környezetben nem tudjuk megtenni, tehát itt arra kell figyelni, hogy nagyon tömören és nagyon pergőn adjuk le. Hát egy elég régen végeztem, mondhatjuk, hogy múlt évezredben, ez 1987 volt, amikor ugye még digitális oktatáson nem beszélhettünk. Tehát ott a földrajzon volt sok nagyon kiváló oktatónk. Volt, akiben ugye tűzégett és rohangált az előadás közben, volt, aki szép nyugodtan kiállt és csak úgy monoton mondta, de ott is ugye azt látok, hogy óriási tudásanyagot adnak. Aki az egyetemen dolgozik, azt tudja, hogy nem a fizetésért teszi ezt, és hogyha belegondolok abba, hogy lassan a környező tanszékeken is mind olyan oktatók vannak, akiket tanítottam, az úgy nagy örömmel tölt el. Tehát ez szerintem ez az egyik legfontosabb dolog, akkor azt látom, hogy bárhol járunk az országban, ránk köszönnek, és kiderül, hogy tanítványokkal találkozunk.